A szeretet áradjon szét a földön, mindenki ossza meg mindenkiből a sütét, és legyen egy szép új világ! Ja nem. Figyelmeztetés, a videóban előfordul a csúnya beszélés, vagy káromkodás, kérlek ennek tudatával folytatjátok a megtekintését. Sziasztok srácok, ügyfiúk, lányok a csatornámon, de nem csatornáján vagytok, üdvözlök mindenkit, és a mai játék a Miss Survival folytatása lesz. Nem sok ideig volt 1.9.3-as a játék, nagyon vártam ezt a frissítést, de egyből kijött hozzá egy újabb javítás, ez több mint 1 gigás, és itt a köd, és rengeteg minden bekerült a játékban pluszban. Itt a menü résznél különösebb változtatás nem történt. Ugyanazokat a tárgyakat tudjuk megcsinálni, mint amit eddig, itt az asztalnál. Magát az asztalt sem tudjuk tovább tuningolni, ebben még nincs változás, viszont ami változott, repoil egy javító asztalka. Nem is jó van-e tudni, azt szerintem ez így van inkább. Ez egy komolyabb asztalkának tűnik, át vagy pedig bár bele tudom nyomni, úgy látom, a fába, ez teljesen okés, akkor az ide fog menni, és akkor így már valószínű mellé megy. Nem tudom, hogy mit javult egyébként az AI a játékban, de mondtam, van külön bejárható helyszín is, csak most az az elsődleges, hogy ezeket a dolgokat legalább letegyük. Hát, ez azt hiszem, hogy lőszergyártáshoz kell. Hát ezt úgy nem tudjuk rányomni. Jó, ehhez kell... kettő... ehhez is kettő... azt hiszem fogunk tudni megcsinálni. Aha, jó, elvileg... ebből minden megvan, úgyhogy ezt összekoffoljuk gyors. Itt úgy látom, hogy lehet aksit tölteni. Nem is tudom, valaki mondta a játékban, hogy... és ide kell behúzni a dolgokkal. Mondjuk a kés. Aha, és itt van, hogy mennyibe kerül a javítása az eszköznek. Aha, jó. Na, megcsináljuk ezt is, amit meg tudunk belőle csinálni. Nem sok minden. Igen, ez a lőszergyártásra kell majd, azt tuti. Viszont ezt sem lehet tuningolni, ezt meg majd meglátjuk, ha kész lesz. Ugye ehhez még kellenek ezek az új komponensek. Elmegyünk és megkeressük a bányát. Két hely van, még egy hegytető és egy másik katonai részleg, ahol lehet. Ide leraktam külön szekrényeket, hogy legyen hova gyűjteni a dolgokat. Illetve a kocsiba csak a legszükségesebbeket, látjátok, hogy üresbe vagyok. Nem kell nekünk ez most. A banditák nem támadnak, én legalábbis nem tapasztaltam ilyesmit, hogy jönnének, viszont a karaktereim elbugoltak, eltűntek, és az sem segít most már rajta, hogy átjelentkezel és visszajelentkezel, illetve ugye most úgy hagyta meg, hogy oké a bázis, de pár óra múlva visszajövök, és megint be kell jelentkeznem a saját bázisomban, úgyhogy ez is egy bug, egy hiba. Ha ilyesmivel találkoztok, én ugye elég sok időt fektettem a játékba, és próbálom bemutatni nektek, hogy mit, hogy, merre, meddig, hány méter. De viszont az, hogy ír az ember a fórumon nekik, hogy mit tapasztal, és akkor ahhoz képest... nem jönnek a javítások. Most bekerült ez a bánya dolog, meg a mesterlövész puska, de olyan orbitális hibák vannak a játékban, hogy ugye én íjászkodom, az íj például magától lecsukja az íjat, nem bírok lőni. És ugyanaz a gyerekbetegsége van a játéknak, mint ami legelőször, és ez nem igaz, hogy ezt a fejlesztő nem látja, úgyhogy kezdek egy kicsit berágni erre a játékra. És hát jobban mondva inkább a fejlesztőjére, mert
tömkelegével mennek a reportok, és olyan hibával került ez most is kiadásra. Látok, nem jó, mert hogy van? Hogy katasztrófa. Nem lehet ijeszkodni, mert lenyomja maga mellé az ilyet, és nem bírok lőni, és megölnek. Ilyenek. Akkor a respawn pontok, most 136. napnál elkezdtek visszajönni a dolgok. Ugye látjátok, hogy ott is, elvileg, ugye az autó nem jött vissza, de lehet látni, hogy visszajöttek ezek az extra dolgok. És akkor itt triplázódva jön vissza. Hogy látjátok, hogy ez is. Nézzem, most ezt felvettem. És ugye látszik, hogy a dupla-tripla össze-vissza adja. Jó, ez mondjuk még nekünk pozitív. Látjátok? Ez még ugye nekünk pozitív volna. Nem lenne ezzel baj, de... De mindenre ez így igaz, sajnos. Ugye, nem tudom, a respawn miatt bugolhatott be az egész. És ugye nekem úgy volt annak idején a történet, hogy volt egy olyan glitch, hogy ugyanazt a karaktert adta meg. És ugye nekem kétszer volt Rachel, de csak egyszer adta meg, utána hiába szabadítottam ki kétszer. És most hiába járkálok a bázisokra, nincs fogvatartott. Le van zárva az ajtó, van benne loot, de fogvatartott nincs. És hogyha bizonyos távolságra elmegyek, akkor vissza kell mennem újra a saját bázisomat bejelölni, hogy az a saját bázisom. Szóval nem tudom, hogy mi az oka ennek. Próbáltam az öngyilkosságot, a halált is, azt sem oldotta meg. Úgyhogy elég komoly hibák vannak. Ugye mivel, hogy íjászkodom, az, hogy egyáltalán nem tudok lőni az íjjal, de ezt láttátok a videóban, még eléggé össze kell majd vágni. Ide is visszajött két autó, szóval nem tudom, gyerekek, elég csúnya bugok vannak. És akkor oda nyomják fricskán, hogy hát vagy megvárod, mi kijavítják, vagy kezdj egy új játékot. Hát köszönöm szépen. 100 óra távlatával, megvan a bázisom, megvan mindenem, kezdjek egy új játékot. Hát azért, gyerekek, ez elég gáz, én azt gondolom. Na most két lehetőség van. Vagy arra fönt a hegységben van, vagy arra fönt a dombhegységben, vagy ott van egy katonai bázis, és ezt fogjuk mi most megnézni. Ugye, ott a város közepénél, ott fönt a fenébe, de az annyira messze van. Időrendben megyünk, ez van a legközelebb jelenleg. Úgyhogy nem lehet akárhol bányászni sem, csak a kijelölt bányában. Loot az nincs. Pedig ugye a respawn megvolt elviekben. De na de. Aha, itt a bánya. Azért még ide felnézünk előtt, hogy mi sem. Külön őrposztok nincsenek, csak a bázist védik, de az nagyon brutálba. Egy-két emberrel többet is ad egyébként. Semmi. Semmi nincs. Nincs, hogy a bánya lokációja, akkor ez. Ez a nagy cső. Nem tudom, az a nagy cső ugyan mi lehet, de... Megtörjük ki a lábunkkal. Odaállok a kocsival. Nem nagyon látok itt semmit. Júj, majdnem jó volt, majdnem kitörtem a nyakamat. Az ennyi. Ugye én ezen a részen nem jártam igazából. Most, hogy ez benne volt a játékban, ez a katonai rész, az a lépcső az nekem rémlik, de a többi nem. Úgyhogy valaki tudja, kommentesünkben büfizzem már valamint, gyerekek. Ebben a házban voltam, itt hűtőt akartam elvileg elvinni, de még nem tudom, hanyadik részben volt benne, és itt csomó ház van. Ezt megnézzük gyors.
Legalábbis emlékezetem nem csal. De ez nem volt benne szerintem. Ez egy új rész teljesen. Ah, itt a hűtő. Hát mondjuk itt nincs loot. Igazán. Nada, nulla. Itt voltam, az biztos, de hát vissza kellett volna termelődni. Szóval látjátok, hogy a 144. napon vagyok. És sajnos ezek olyan hibák, hogy ez, hogy most pont jó mondjuk, de van, amikor fölhúzod, és hogyha nem mozogsz, akkor nincs, nem tudsz lőni. És ellövi az íjat, utána meg is jelenik az íj a földbe, de nem találsz el semmit. Szóval rohadtul el van lehetetlenítve ez a része. Még erre körbenézünk. Nem nagyon kéne a staminát gyakni. Hát gyerekek, ez szerintem nem volt benne ezekkel a lezárásokkal. Ugye ez a kisvárosnak a bekötő része, ez biztos, hogy nem volt benne. Mikor ez az új rész körülbelül. Én egyébként nem talán, aha, is ott a városnak az eleje. Ugye az ilyen kertvárosi rész van arra végig, ott voltam, meg itt is voltam. Ez nem volt benne, gyerekek, ezek. Meg ez sem. A nagy katonai rész sem. Meg ezek a krazok. Olyanok, mint a ponton krazok, ami nekünk a katonaságban volt, csak kisebbek méretarányban. Ugye kapott egy új animációt, és ha kinyitjátok az ajtót és beültök, akkor becsukja. Ez mondjuk egy pozitív dolog, ideje volt. Na, próbáljunk le ebickélni. Ugye úgy van megcsinálva a játék, hogy akárhonnan ki tudunk tolatni. Tényleg csak a minimum autó alkatrészeket használom, úgyhogy a kerekem az valószínűleg el fog szállni a lecsóba. Aránylag még, hát 11 óra van, lehet, hogy jönni fog a köd. Mondjuk az a baj, hogy ide mondjuk be tudnak jönni. What? Gyógyszerfájdalom csillapító. Úgy valami izé volt, bányásztábor. Azt mondja, iron ore, copper ore. Egy jó víz. Van állítanyag? Jön a köd. Na most fogom megszívni. Jön a köd. És nem hoztam fegyvert. Hát az íjon kívül persze. Fú, gyereke! Csak az így van nálam. Bakker! Ezt nem hiszem el. Lámpa Leo. Itt olyan bugok is vannak a játékban, hogy elmegy a hang. Az éjszakának nincs hangja, csak a nappalnak. Meg ilyen apróságok. Mondom, van olyan, hogy nem tudsz lőni a nyíllal. Belementjük magunkat a hülyeségbe. Azért volt anyag benne, nincs is tele az üveg.
Hát ha most ide is spannol, akkor nekem vége. Egyébként körbenéztem az összes katonai helyszínt, és ezzel nem akarom egyben, nem tudtam, hogy hol van a bánya. Csak tippem volt. Ez meg a tető lehetett volna már csak. De mondom, ez nem szerepel, ez nem volt benne eredetileg a játékban szerintem. De ha valaki máshogy tudja, comment sessionbe büfézzen nyugodtan. Hú, bassz meg. És hol van a nyilvessző? Azaz. Ez drága volt. Hát itt úgy látszik, hogy... Anyád, de megijedtem a kurva lámpától! My level be added in the next update. Ó, a hibákat javíts ki, ne a my level tedd be, bal meg. Tényleg bosszantóan durva hibák vannak, mondom. Főhúzod a nyílt és eltűnik a nyíl. És általában, ha föntről próbáld lelőni a banditát, akkor jön elő, mint hogyha direkt lenne. És ugye a puskaport csak akkor kapsz, hogyha ölöd az embereket, meg a zombikkal. Jó, hát ez ennyi. Tűnő dolog. Gondoltam én, hogy a föld alatt lesz megoldva. Egyetlen egy izét spannolt be, ha jól láttam. Hát remélem, hogy nincs több, mert segély semmi nincs nálam, én most bányászni jöttem. Nagyon remélem, hogy nem lesz több szörny. Nem aludni akarok, hanem nézzük, hogy ez hogy működik. Bagol. Nem bírom szétütni. Fantasztikus. Nem akarok most menteni, mert ki tudja, mi lesz. Hát ezek zsákutcák, jó. Ez meg valami tucsmák. Azokat a bumszlikat lehet gondolom szétcsapni.
Szóval bányászni csak itt lehet, hát a pozíciót azt láttátok. Ó, és bugol is. Akkor lehet, hogy csak kilépek és izé mentek. Érdekes illesztések vannak. Fönnyárkálnak szerintem fölöttem. Aha. Hát a stamina az fogy. Aha, és bugal. Vagy nem tudom, ez gyárilag ilyen. Ez legalább három kő, amit ez a második, ez a harmadik. Mondjuk ez nekünk csak jó. Úgy látom, hogy be is tud bugolni a fal mögé, ha úgy röpül a cucc. Eléggé el tudsz állni, és akkor itt is van még egy boomsley. Röfög pedig valami. De én csak egy... Aha, beesik a textúra mögé. Nem akarom belementeni magam a hülyeségbe, de muszáj leszek. Jobbra lesz. Nem akarok zörögni, mert ugye úgy van, hogyha észrevesznek, rögtön rátszaladnak. Azért megyek ilyen lassan, biztosan vizihár. Legalább most tudok lőni, hogy... Bakker. Ne fordulj meg. Lefordulj meg! Hagyd meg! Látszik, hogy távolságra spanolja őket. Sanszos. Köszönjük szét lehet verni, vagy visszaspannolt, és kifele jövök, vagy befele megyek, nem? Ja, nem, ezt nem lehetett szétverni. Úgy is sötét van, te jó ég. Kezd elmenni a köd. Új, de már nem spanol. Aha, látjátok. Döglök közben el. Még jó, hogy alatt az a cucca. Jól vesz őket vissza. Aha, ennyi volt. Nem volt vészes. Azt kell mondjam, hogy azt kell mondjam. Ú, de sötét lett a jó ég. Ködben még legalább lehetett látni valamit. Ó, hát srácok, ez a bánya vége. Tehát amennyit láttok belőle, én nem tudom. És akkor erre lesz a bányának a folytatása, majd a következő update-ben. Remélem, hogy ki fogják javítani ezeket a hibákat. Még egy dolgot akarok megnézni. De sötét van, beszarsz. Ez is kawaii-tól. A
nem látok semmit. De nekem a 2K miatt alapba sötétebb a situation. Azt fogom csinálni, hogy itt mentek egyet. Csak kíváncsi vagyok, mert azért én tapasztaltam elég érdekes hibánkat, és akkor a végén majd, ha sikerül a kalapácsot, azt még leteszteljük. A videó végén nagyon nagy részt vágtam ki, mert össze-vissza kerestem, és tényleg csak ez a két helyszín volt, és nem akartam magamnak direkt spoilerbe nyomni, hogy videót nézek, hogyha valaki megtalálta ugye a locationjét, a helyszínét jobban mondva. Itt valamennyit adott ilyen hülyeségeket, mindegy, azt a kocsival kidobjuk. Ez a Copper Ore, ami a legrosszabbul adja, és azt a legnehezebb összeszedni. Goldból elég sokat ad, meg ebből is sokat szokott adni, de a legtöbbet ebből adja. Nem tudom, ez réz lehet, vagy nem tudom, ez micsoda. Hát legalábbis stat alapján, ahogy nézem. Ebből a fehérből, hát ugyanannyit ad. Végül is mindegyik anyagból van négy. Négyféle anyagból. Ja. Igen. Brass, copper, iron és gold. Na jó. Nyomunk egy kövér szémet, hogy kiszakadjon a vinyó oldala. És most kíváncsi sem, ha megnézzük, hogy visszateszi a köveket, hogyha mentünk. Mert a fák is valamiért visszanek, és az a durva, hogy hiába vágom ki a fát most már, akkor is ott van. Szóval WTF kategória. Olyan hibák kerültek el, mondom, nekem elbugoltak a karaktereim. Mentem haza sehol sámli, és ráadásul be kellett jelentkeznem, mintha nem is az enyém lenne a bázis. Még jó, hogy nem lettem lerabolva, vagy ilyesmi. Lehet, ugye ennyire nincs megírva ez a dolog. A katonák sokkal agresszívebbek lettek. Sokkal agresszívebbek, 2-3 emberrel több is van belőlük. És érdekes. Aha. Ez bug, ezt nem lehet kijutni. Ugye több mint 1 gigás frissítés kapott. Hát ennyi a bánya, úgy néz ki, hogy ettől nem több. Az is bugva. Ó, de van új kő. Vagy nem vettem észre. Na majd ezt szét azért megnézem. Ugye a sniper fegyver és a puska por a zombik és a katonák kiirtásán alapul. Erre egyébként szerintem megoldás jelentett az, hogy egy kicsit távolabb mentek és visszamen. Aha, ott kik ide, respawnolja a köveken. Akkor nem kell elmenni meg visszajönni, mert valami hát kegyetlen gyengén adja a dolgokat. És úgy látszik, hogy ez a, itt több kő van egyszerre, vagy de gondolom, hogy ez is egy bug. Mondjuk jó, ez még a jobbik bug. És mondom, a 144. napon vagyok, és nekem most spannolta vissza, hát legalább 3 kő van. Most spannolta vissza a dolgokat. Viszont a stamina az brutálisan fogy. Keletlenül el van rontva. Hány kő ezt a jó ég? Bakker. Úgyhogy akkor én azt mondanám tippnek, srácok és lányok, aki tolja a játékon, hogy eljöttök 3 napi hidegélemelemmel, egy üres autóval, hogy beesik oda, nézd meg. És nem bírom kivenni. Haha. Hát ez milyen illesztés már. 3 napi hidegélemmel eljöttök, üres autóval, és save and quit, save and quit, save and quit. Megnézzük, most kíváncsi vagyok. Majd kivágom ezt a töltési részeket. Igen,
Visszaspannolja. Hát gyerekek, akkor hajrá. Aki tolja a játékot, az így csinálja. Aha, ott van a követ. Zsír! Már megérte. Na, anyádom. Egyébként körbejártam az egész mappot, és le van fedve a, nem is tudom, hanyadik részben volt, hetedikbe, hatodikbe a katonai területek. Le van egy több puritán betondorommal, de ilyen nagyon ganyén le van fedve az izé, illetve elfenekelték azt a plusz bejáratot is, szóval már nem tudtok leugrani. De szerintem extra dolog oda nem került, hogy nem tudom. Igazából. És most milyen világos van itt bent? Úgy látszik, hogy úgy van, hogy van egy script, amivel ha lejöttök, akkor besötétedik. Most legalább látjuk, hogy milyen a helyszín. Csapkodjuk még ezeket a köveket. Aztán én lenyomom a felvételt, és telerakom magam, és úgy megyek haza. És akkor még a sniper és a kalapács van hátra ebből a részből, és akkor mindent megmutattam, ami begyújt a játékba. Hát igen, itt vannak bugok, nem mindent lehet kiütni. És mondom, az a baj, hogy, és én úgy vettem észre, hogy akkor jön elő például ez az íjas bug, hogyha föntről akarod lelőni a katonát. Például, mert ugye én azt szoktam csinálni, hogy felmászok és lelövöldözöm őket, mert nem tudnak fölülni olyan szögbe. Ebben is van változás, ah, azt nem bírom kiütni. Ugye egy kicsit álmosabb lett a történet, megnézzük nappal, hogy lássuk, hogy mi a situation erre. Na de hidratált vagyok. Jó, hogy voltak ezek, nem is hoztam semmi élelmet, úgyhogy még jó, hogy volt itt ez a... Még ez nem sokat fog tolni a kajálásomon. Ezzel bajba leszek. Itt van egy ilyen világító, hát ezeket nem hiszem, hogy... Nem. Hát igen, arra még menne, de gondolom, hogy nincs megcsin. What? Esküszöm, hallottam valamit. Ah, hát mint innen a kő. Ez ennyi, ez nada. El lehet, hogy úgy van optimalizálva, ha elfordulsz, hogy úgy újrajzolja ki. Néha látszik. Mondjuk azért, mert terhelt a 2K miatt. Menj már, már egyszer merked festékek. What? Hát ott van egy ajtója. El van borogatva kávégéppel. És akkor mine level, a bányaszín, majd a következő update-nél kerül be a játékba, az volt leírva. Hát ez ennyi, gyerekek. Egy jó, izé, fénymásoló, faxos téma, combo. Na hát ennyi. Na jó, na hát majdnem tele lettem, gyerekek, csak ugye a kajára nem gondoltam, nem hoztam magammal a kaját. Hát ez egy 20-25 perc kibelépkedéssel lett tele. Szerintem farmaljátok ki, mert nagyon-nagyon drága a lőszerhüvely meg a többi, és akkor még így is öldösnötök kell, hogy legyen puskaporotok, szóval nem olyan egyszerű a történet. Úgyhogy hoztok 3 napi hideg élelmet, azért nyilván sokkal egyszerűbb a történet. Lejöttök és akár eldolgozzátok az estét, tudtok pihenni is, ha elfárad a karakter, meg ilyesmi. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy ezt mindenképp így érdemes, ildomos megcsinálni. Hogy belemenjek valami, mert azt nem kellemetlenül érintenem. De akkor nem látni semmit. Ugye elvileg ide kéne átjönnöm. Mielőtt éhen halok. És ez már a tó. Jó. Az autó egyébként nagyon könnyen lerektelődik.
Na és itt is vagyok a háznál. Visszaszpannoltak a kocsik is egyébként, ugye ezt a kocsit is szétvertem ott. Meg ezt a kocsit is annó szétvertem. Ott van még a táska, meg hát itt vannak zombik is. Diadomos így csinálni a dolgokat, srácok és lányok, aki tolja, hogy... Mert tényleg nagyon-nagyon gyengén ad a játék. És valamiért amúgy a fák is visszanőnek teljesen, úgyhogy... És ez több gáz. Elég sötét, szóval nem látok rendesen, pedig rajta van a lámpa a világítás. Elvileg ott van a bánya. Na, hogy nekem lerobbasd a kocsit. Azért már hozzáér valami, hajlamos rá a játék sajnos. Elvileg itt az út, az az. Na, csak haza találtunk. Annyiból... Én mondjuk nekem hiányzik, mert megszoktam Rachel-t, hogy járkálat, amúgy más haszna nagyon nem volt a karakteremnek. Ugye a múltkori AI teszt óta nem hiszem, hogy ebbe belenyúlt volna a fejlesztő. Vannak apró finomságok, amik pozitív irányba fejlődtek a játékban. Ezt hozzá kell tenni. De sajnos jöttek nagyon-nagyon irritáló bugok. Ez ugye állandóan visszanő a fa, és már nem tudok a fával mit kezdeni, ugye. Most azért nem fogok egy külön házat felépíteni, és most kíváncsi leszel. Ja, látjátok? Mintha nem az enyém lenne a bázis. Elmentem innen, és akkor megint setbase-t kell nyomnom. Szóval ez... Nyilván összefügg azzal a bággal, hogy... eltűntek a karakterek, na de akkor is, hát az mi? Ugye kihoztam ide a szekrényeket. Most azt, hogy úgy csinálj, ledőlök. Előtte kajázunk valami fincsit. Ilyen haltam éppen. Illetve... iszunk is, mert most meg az a baja. És akkor egy alvás múlva a reggel. Azt mondja, hogy hát egy 6-7 órát, 8 órát tudok aludni. Ez még nem is fogja teletölteni. És egyébként nincs különbség, hogy ágyban alszatok, hogy a földön sajnos. Ezt nem sikerült megoldani nekik. Még egy 5 órát rátolok, lehet, hogy sok is, de nem, mert legalább kipihenem magam, és köd van. Én az újfajta zombit nem láttam. Szerintem nem is biztos, hogy bekerült ebből a szempontból. Nézzük ezt a csodálatos kiégetés metodikát, hogy ez hogy működik. What? 80... Nem is tesz komoly. Nullát ad 4-re, de ez mi? Hát ez valami vicc. Úristen. Hihetetlen. És az arany. Na, az arany legalább a felét adja. De ez milyen metodika már, és 2 óra. Fúha. Rosszunk egyet az asztalon. Itt fél kettő lett hirtelen. Hát a susnyelva úgy sem látom, hogy hol van a cucc, viszont ez már biztos, hogy kiégett. Kiégette, he? Ugye? Hát eléggé rosszul adja. Hát így akkor én azt mondom gyerekik, hogy bugaltassatok. Hát ez mi? Ez mi, hogy hármat ad? Hát ez egy vicc. És egyszerűen most hiába, szóval én nem tudom, írkálja mindenki, hogy mi kéne változtatni, és
és így adj ki egy frissítést a fejlesztő. Ezt nem is értem egyszerűen, ezt csodálkozik, hogy fura lehúzzák a játékot, mert ugye a plusz hibákról meg már ne is beszéljünk. Mondja nekik, én kiraboltam ugye a közelebb lévő bázist, és most kíváncsi vagyok rá, hogy mit mutat az ajtó. Elég le van gyengülve a szekerünk, de van alkatrész, úgyhogy no para. Nem állítjuk le minden esetben, hogy az ugye nem indul eltöltve. Viszont a játékból kikerült az a metodika, gyerekek, hogy baltával szét lehet verni az autókat a vasér. Úgy látszik, hogy ezt kivette a fejlesztő, és a bontókalapát sem. Sem a balta, sem a bontókalapács nem működik. Nem hinném, hogy számít, hogy külön áll az autó, vagy hogy itt áll. Itt ugye fogom a bontót, puff, hello. Semmi. Illetve ha a baltát tesszük be, úgy szintén semmi. Úgyhogy a kocsi bontás az úgy néz ki, hogy kikerült a játékból, nem értem, hogy miért. Megmondom őszintén. Visszaspannolnak a dolgok ugye. Ez ennyiből pozitív, de mindenhol ilyen tripla-dupla olyan mennyiségek, hogy szörnyű amúgy. És erre megyünk, ugye itt van a bázisok, és egyébként jó, lehet, hogy később vertem szét, és az ott is volt egy autós sátornál, ez most nem jött vissza. Nem tudom, hogy mi az oka. Lehet, hogy azt, hogy tényleg nem egy időben lettek szétverve. És így gondolom, időlimit még visszatesz az autót. Bár miért tenné vissza időlimitre, hogyha... Szóval nem tudom, na, mindegy. Körülbelül... Ott van a bázis, jó. Hát az íjjal van egy nagyon komoly bánk, és... Upp! Rohadj meg! Belőlem nem eszel, rohadj meg! Te szemét! Tessék meghalni gyorsan. Visszatöltjük gyorsan a nyilat, hogyha már így elcsesztük. Nem sok nyilam van. Konkrétan. Amit cseréltem, azért. Na most a spannolás is megváltozott. Bizonyos szinten közel jövünk, akkor spannolódnak le. Illetve el is kezdenek járkálni a katonák. Általában kettő megy egymás után. Ugye azokat is le tudjuk vadászni, ha úgy van. Engem most az érdekel, hogy ugye bebugolt nekem, és föl kellett törnöm a helyet, hogy ez változik-e, vagy sem. Igen, vagy nem. Nem sok lőszert hoztam, úgyhogy jó van, ez csendben lenni. Ez látjátok? Két katona indul el. És ez a durva, hogy ezeket le is kéne vadászni. Reméljük, hogy... Nem lesz gond. Ne jöjjön ki oldalról még egy ember. Hát fegyvert ez most nem dobott. Másik az ott megy balra, ahol látom. Hát ezeket egyébként normál esetben simán így le tudjuk döfködni. Csak az a baj, hogy... Oppácska. Egy jó sniper. Látszik még az ember? Nem látom már. És az a baj ezzel most, hogy oké, hogy én eljöttem távol, egyébként lehet, hogy valószínűleg el is tűnt az ember. Mert egyáltalán nem látni. És ez összefüggésben van az, hogy milyen távol jövünk a bázistól jelenleg.
És ezzel egyetlen egy baj van, gyerekek, amit mindjárt megláttok. Hogy ugye most elég távol jöttem. És vissza fogja spannolni őket nemes egyszerűséggel. Ha elég közel jövök. És ugye aki kijön... Atyátok, hopp. És ugye aki kijött szolgálatba, az most meglátta a kollégáját, hogy fekszik. Egyből elkezd keresni. Viszont farmolási lehetőségnek nem egy utolsó szempont, pisztoly van nála, sima pisztoly. Nekem Glockot még nem sikerült összeszedni. És nyilván nem fogom lelőni a csávon. Visszáll az őrposztjára, és itt is vannak bugok. Mert általában... Na, hogy nekem kiszúrjál. Ugye most ő visszament az őrposztjához. És megint lehet, hogy jönni fog a két ember onnan bentra. Ez egy ilyen ördögi kör. Nem mondom, hogy... Látjátok? És nem tudom, hogy ők hova mennek igazából. Túl közel se jól menne a kerítés, mert bent is járkálnak. És lehet, hogy ezért tűnik a csirkéből, mert a 6 csirkén volt, és már csak 2 van. Ők elvileg föl tudják törni az ajtót egyébként. Semprám, csak ugye közben ott is jöhet ember. Meg itt is. Hát ez nudli, ez semmit. Ja de. Semprám, gyorsan utánuk menni. Most még látszik mind a két ember. Aha, az előtte lévő az, az is megy, jó. Igazából mire kiszúrnak, ha csak nincs valami bár, addigra le tudod szúrni könnyen. Csak ugye megint ott vagy, hogy... Jó, nem használtál lőszert igazából, de a staminám már a felén van. Most ugye leszurkáltam mindet. Csoki meg lőszert adom, azt hiszem, hogy ez hunting lőszer. Na még talán lövöldözni is tudunk a végére egy picit. Csak most ugye megint ugyanúgy vagyunk, hogy most megyünk vissza, és akkor ez egy ilyen ördögi kör. Szóval elég az, hogyha kicsit távol jöttök, és visszamentek. Így az autó irányából. Na fog fogyni azt, ami nem teljesen. Ugye itt mentünk megint egyet, mert mélyene. És ugye elviekben... Most ugye elvileg ő puskalőszert adott nekünk. Nem. Ez milyen lőszer ez? Ja, ez puska. Sima puska. Nem hunting puska. Nem vadász puska. És akkor így kezdődik előre. Szóval annyira így van megoldva ez a dolog. Vagy nem. De. Csak most nincs ott az ember. Ugye ő most megint megtalálja az emberét. Most ugye elkezd keresni egy rövid ideig, ez pár másodperces ciklus. Szóval az AI kimerül ebben, meg abban, hogy rohadt ágymosra van megcsinálva. Maga a cucc. Ami sem fog utánuk lenni. Most távolságon belül vesz, ez az a baj, hogy itt is kellene, van egy járőr, aki kijön erre hátra. Várjuk, míg visszaáll. És lemészelők őket, mert engem az érdekel, hogy most belül, ugye nekem bebagolt a játék, nekem eltűntek a karaktereim. Sajnos maga a nyilazás is bagossá vált. Ha a píkelek egy helybe állok, akkor lenyomja maga elé a nyilat. Nem tudom, hogy ez direkt van, vagy véletlenül, vagy szándékosan, vagy mi az oka. Ó, oh, bakker! Miért vett észre sem? Miért? Ó, van, visszamegy. Ó, van meg a ruhámnak annyi. Nem, még egy minimális van melléimből. Jó, most nem fogok utánuk menni. Megvárjuk, hogy visszaáll a csávó, mert még készeléti módba figyel. Most elmentek.
Várunk egy kicsit. Ez általában meg szokta oldani a problémát. És nem fog utána menni. Szóval minimális módon, de járkálgatna. Hopp, ott előrébb szóval. Most ugye megtalálta azt, akit én leszurkáltam. Most ugye egyből izébe van. Pozícióban van. Jó. Hát itt mindig ezt alkalmazom, hogy erre eljövök, és ezt már akartam mutatni nektek, hogy mennyire primóra van megoldva. Tényleg ez nagyon primó, és szerintem akik csak úgy elsétálnak, azok úgy eltűnnek, elszpanolódnak látóhatáron kívülre. Szerintem. Hát itt egy rakat hulla van. Már nem tudom, hogy melyiket, ott is megint egy puska. Így össze tudjátok szedni magatokat, ennyiből ez pozitív. Na most nem megyek utánuk direkt. De szerintem azok az emberek eltűntek. Ja, melyik a puska? Hármas. Szóval mennek egy darabig, aztán bizonyos távolságú látóhatáron kívül elszpanolódnak. Ugye ott van az ember, akit megöltem, ugye akit megtalált, és arra ment el a csávó. De ennyire primón van megoldva mostani AI, tényleg gáz. Ott vannak ketten. És egy ember szokott járkálni még pluszban. Nem most úgy lehet, hogy csak egy járkál, a másik kettő elment. Ó, ketten lennének csak. Most ciki, mert ha balról jönnek, akkor megszívom. És mindemellé probléma még, hogy ugye én láttam így följövök a tetőrét, látjátok, hogy már vannak eldobálva dolgok. Kemény két lőszerem van, az a leggyönyörűbb, azért hoppapop. És látjátok? Egyszerűen, minthogyha be lenne tiltva az, hogy a tetőről nem lehet pikkelni. Ha mozogsz, akkor tudsz lőni, csak hát sokkal nehezebb úgy lőni, hogy mozogsz közben. Jó, hát mondjuk huntinggal hátba lőm, azt pedig csókolom van. Most még várunk egy kicsit. Szóval ez... No comment, nem vágom, hogy mi az oka ennek az egésznek, hogy ezt így oldották meg. És várok egy kicsit csak azért, hogy onnan esni fog egy sima puska. Látjátok? Ha följebb vagy, akkor nem engedi a píket, csak hogyha mozogsz. Ez egy külkemény bug. Nem értem a logikát. Most jó, azok is szerintem... Mert ha már jött volna, valamikor ilyenkor még előkeveredik egy-két ember, akkor már odaszaladt volna egyébként. És arra vagyok kíváncsi, ki lesz a fosztva a hely belül. Vagy sem. Mondom, az autószétverés az úgy néz ki, hogy kikerült a játékból. Ó, viszont a kocsik spanolódnak vissza a dolgok. Ez jó, mert a gyertyából sosem elég. Aksim annyi van, mint a szemét, de gyertyából sosem elég. És lehet, hogy itt össze-vissza, látjátok, loot is van. Ennyiből jó, csak most ne jöjjön senki. Ez, ó, azt nézem. Puska, kajcsi, egy jó nyíl a hátadba rohagy meg. Na, ez egy jó kövér loot van. Hát ez a szövet az minket nem izgat most. És ez érdekel engem, mert én itt voltam. Az ajtó csukon, és visszaszpanolódott. És duplán adja a lőszert, szóval triplán, gyerekek, ez mi? És ez azt hiszem puska lőszer volt talán. Nem. Puska lőszert, az direkt nem adja a játék egyébként. És az a durva, hogy puskapor, igen, és megint fel tudom törni. Pedig én itt voltam. Igazából. És viszont az a baj, és még én dobtam le a földre, hogy... Nézzétek meg, mennyi cucc van. Hármasán, négyesével, ötösével, sípkal, nézzétek is kettesével. Ez mi szajrémel, gyerekek? Ugye lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy üres kocsiba kimegyek. Elmentem, visszatöltöm, és akkor úgy nézzem, mennyi akku. És amit így eldobálsz, az itt is marad, amihez már hozzáértél. Szóval még az se kell, hogy az összeset elvidd. Na, már lőszer nem fér hozzám konkrétan. 64 lőszer, azt nézzétek.
szög, meg puska, meg akú, meg kajahenyek. Köszönöm, ide állok a kocsival. Gyógyszer. Pisztolylőszer. Nincs értelme gyártani se ilyen drágán, ha... És csak az a baj, csak puskalőszert, ahogy nézem. És ugye lehet, hogy nekem azért bugolt be, mert hogy nekem ugye a karakter is bukó lett, valamilyen oknál fogva. Ez egy nullás víz. Nézzétek meg, hát ezt nem is értem. Jó, mondjuk azt hozzátartok az igazsághoz, hogy olyan aksikat ad, ami nem 100%-os, jó, ha 100%-os van köztel, ami pont tudtam vinni gyorsan. De viszonosan van még két plusz sniper puska, ami tök jó. Először kaját felszedjük. Ugye ezeket csak azért szedjétek föl, hogy leszórja. Szóval nekem bebagolt, gyerekek. Én nem tudom, ez mi. Karakterem egyszerűen nincs, minden ötszöröse. De legalább van sapkám, az is egy pozitív dolog. A konzervben is ez olyan tetemes mennyiségű dolog. És ugye amit beraktok, amit elraktok akárhová, meg három sapka, négy, nézd meg, hány sapka, öt. Nézd meg. Ez olyan bug, hogy fiad, jó, nyilván pozitív, hogy vannak dolgaink innentől kezdve, és nem kell szarakodni. Ugye ezeket nem kell legyárst, az a lényeg csak, hogy még elektronikai ízé is van. Mert ugye nekem nem respawnolottak újra a dolgok, és lehet, hogy most egyszerre próbálta a játék megoldani ezt a dolgot, hogy én nem is tudom. És ugye föltörtem a helyiséget, hogy kéne lenni egy túsznak, mert nincsenek embereim, de nincs. És ez ugye ez a legelső helyszín. Lehet, hogy én azt fogom csinálni, csak az a baj, hogy most elmegyek a kocsihoz. Most meg vagyok lőve. Mert ha én most elmegyek az autóhoz, akkor ciki van. Ugye újra spannolja őket. Igazán lehetne egy átrakó gomb is oda. És lehet, hogy közelebb jövök az autóval. A lőszerbe, ha azt vesszük, brutál mennyiségű lőszert kaptam most. Sapka, meg minden, mint karácsonykor, és ez pont két olyan autó. Ugye amíg itt vagy, addig nem spannolnak. Ez pont két olyan autó, amiben ha te berakod a dolgot, az ott is kell maradjon. És akkor itt ugye nyilván ugyanezt fogja dobni megint. Persze. Erre voltam kíváncsi, hogy sikerül-e kiszabadítani a csajra 50 lőszer. Egész játék alatt nem jött össze ennyi lőszer, gyerekek, mint ami most összejött ebbe. És hát csúnya dolog, nem csúnya dolog a játék, bár most én ezt ki is használom, el is mentjük. Ugye elraktuk a cuccokat, hát csak az a baj, hogy mindegy. Elvileg a kaja meg minden ott marad. Egyébként még annyit ilyenkor érdemes megnézni, hogy ha a nyillal lövitek, meg kicsit megütögetni, pont ezért látjátok, mert ezek a nyilak drágák. Nem olcsó balhé. Hát és most ugye itt maradnak a hullák, mert nem lépek ki. De azt is lehet, hogy mentetek a tetőn. De így egyszerre jobb farmolni. Jó, felkajáljátok magatokat. Jó, hát most azt mondja, hogy... És a biztonság kedvére becsapom az ajtót. Hát most annyi gyógyszer van, meg minden, amit el tudtok képzelni. Rengeteg fogaskerék, elektronika, egy rakás cucli-mucli. Talán még ezekből is tudok felszedni, jó van. Még a szöget is, hogy ma vagyunk itt semmit. Na most ugye mindent lelútoltunk, igaz? Elvileg igen.
De azért akartam ezt feltétlenül megmutatni nektek, hogy jelenleg így áll a játék, ahogy áll. Jó, összeszedni összefogom magam, az biztos. Mert én ezt kihasználom, mert annyira álmos és nehéz a játék egyébként. Na, most látjátok, hogy elmentettem a dolgot. Ugye hát most a holttestek ott vannak. Ugorjál már föl, haver? Úgy. És ugye most annyiból nehezebb, hogy ők el fognak kezdeni keresni. Ugye, mert ugye megtalálják a holttesteket. Ott van a medvucó. Közben lehet, hogy annyian kipakolok. A százas ez az akku. Megy már ezek százas aksik. Akku problémám nem nagyon lesz. És az a baj, hogy most ugye jelenleg ennyiben ki is merül a játék, szóval most az, hogy ugye nem tudom összeszedni az embereimet sem, sajnos. Mert... hogy? Ha nem spannolja le őket, nem bírom, hiába. És szerintem ezért van beakadva ez a dolog. Viszont annyira jó loot van ott. És viszont látsz, hogy nem indult újra a szipó. És jön. Aha, nem indult újra. Most akkor van a másik verzió. Vagy nem mentem elég távol, de nem, mert az előbb is távol voltam. Ezt azért akartam mindenképp megmutatni, egyébként a medve bebugol a víz alá, meg azért vannak érdekes dolgok amúgy. Nem spawnolta ki őket. Ó, pedig én itt voltam ugye, napközben egyszer már, és ugyanezt megcsináltam. Na nézzük így, mi történik. Nem biztos, hogy mindenkinek ez lesz, de láttam, hogy más is írta, hogy eltűntek az emberei. Ugye nekem is tűntek el, volt egy olyan glitch, hogy ugyanazt adta meg, ugye Rachel nekem kétszer adta meg. És onnantól kezdve a csávó volt, meg Rachel. Én a másik női karaktert nem találtam meg, mert hiába ugye három hely van, amit fel lehet jelenleg törni a játékban, és ott vannak a túlszók. És persze lehetne újat kezdeni, csak túl sok időt töltem bele a játékba már ahhoz, hogy csak így újra kezdjem a dolgot. Most kíváncsi vagyok, hogy lesz a spam, mert ugye ilyenkor a holttestek eltűnnek. Aha. Hol van az őrszem, csávó? What? Igen, és járkálnak is a majmok. Aha, ott a másik csávó, hol az őrszem? Nincs, nem jött ki az őrszem. Vagy le van maradva. Jó, most én hagyom őket elmenni, vagy esetleg azt is lehetne, hogy megnézzük, hogy hova mennek. Ha már közben kijön az őrszem a szádba már. Lehet, hogy ők lopkodják a csirkét aztán, és kíváncsi vagyok, hogy eltűnik-e vagy elsétel. De ez elég messzire elment, ami azt illeti. Hát így kölcsönösen rabolgatjuk egymást, most értem. Az a baj, hogy ez már olyan távolságra, hogy már nem látom.
csávó nem jött ide. Ez gyanús. Kicsit nehezebb dolgom lesz. Nem. What? Sincs itt senki. What? Akkor lehet, hogy most ide... Lehet, hogy most el is mentettem a gémet. Már úgy, ahogy ez kell. Hát igen, a loot az visszajött, csak... Nézem, hány fűrész volt az, te jó ég. Hát az ajtó csukolna, de semmit nem jelent, mert én hagytam csukva. Itt az is egy pár üdítő. Nem, most nincs itt a lőszer. Nincs itt a lőszer, na jó. Csak akkor nem értem, hogy hogy spanolódott ez a két ember. Vagy ilyenkor lehet, hogy úgy van beállítva, hogy mennek boss után, és ekkor van az, hogy beléjük szaladsz, hogy chestet meg ilyenek. Most se kizárt. Én nem tudom, hogy mi szerint működik. Ugye le lehetne őket követni, hogy hova a retekbe mennek el. Most elvileg, hogyha én újra megint elkezdek itt szaladni, akkor megint ki fogja spannolni őket. Mert az biztos, hogy a spann érzékelés az úgy van megoldva. Hogy lehet, hogy számít, hogy közel ment az, vagy távol. Most nincs itt senki. What? Jó, hát mindegy, szedtünk. Nem mintha nem lehetnetek, ha már elövöldözgetni ezt a lőszereket. Rá lehet sajnos. Csak ugye annyi szajré van, hogy ennyi minden nem bírok hazaminni egyszerre. Meg ez külön szerfény is kell. A víz, figyeltek? Buddbalék, buddbalék! Igaz, hogy 30 FPS lesz tőle, de buddbalék! Bakker. Hát lehet, hogy ott lesznek nálam amúgy. Ezen gondolkozom. Ez a két ember ott fog járkálni a bázis körül, mert egyébként idővel föl tudják törni a helyet. A kíváncsiságban, nézzem, itt is van egy gyertya. De ezt pár napja fosztottam ki ezt a kocsit. Most az képest... Van benne szajré. Valami itt nálam nagyon elromlott. A szállodában, meg a többi helyen nem is voltam még. Meg egyébként most már ezekben a víztárolókban is menjetek fel, mert most alszom van, hogy sapka, meg ilyen mellény. Itt abból is betároztam egy jó nagy adagot. Meglátjuk, hogy itt lesznek-e. Lehet, hogy visszakerült a régi metodika, hogy egy idő után elkezdenek csesztetni. Nincs kizárva. Hát attól még a karim még ugyanúgy nincs meg sajnos. Nem mintha annyiból volt jobb, hogy voltak, mert idegesítő volt, amit csináltak. De annyiból volt jó, hogy ez mégis ha valami mozgás volt, rálőttek. Észrevetted azt, hogy valaki bejött, vagy bármi. Most ez nincs meg sajnos. És itt van az ajtó. Úgyhogy itt valaki bejött. Nem hiszem, hogy én voltam, emlékeznék rá. Itt valaki bejött. Aha. Ah, mi jó, van,
megvan a két csirke, ez is lefagyott, nem értem, hogy miért, 6 darab csirke van. Lehet, hogy jönnek és lopnak. Itt nem bírt bejönni. Itt bebírt jönni mondjuk, de hát ezek a szekrényekkel nem tud mit csinálni a majom. Na szóval nem tudom hova tenni, ott az ajtó nyitva volt, ott valaki bejött. De hogy hova lettek a csávok, vagy lehet, hogy kívül vannak. Akkor bejárom már kíváncsiságban, hát itt van akad valami ai. A medvén kívül. Üzem az anyádba. Nem látok senkit. Ajjá, valami, a csirke valami fölvinnyúlt. Az ajtót ezt valaki benyitotta, azt tuti. Nem csak azért ma hozzáértem. Na jó. Hát srácok, én nem tudom igazából, hogy ez mi. Tele vagyok szajréva, azt tudom. És nem lesz helyem sem. Lőszerügyileg ez biztos, hogy ez most rohadt jól jött. Főleg olyan lőszerárak vannak, hogy... És hát olyan drága az előállítási költsége a lőszereknek. Nézzétek meg! Majd 100 órán van és nem jött ennyi lőszer, mint ami most összejött. Nézzek, 64 pisztolylőszer, ez most jött 50. Hát még jó, hogy kihasználom ezt a bugimugit. Egyből mennyi lőszerem le. És azt fogom csinálni, gyerekik. Hogy? Többen még vannak húsok, de... Kipakolok és visszamegyek majd, hogy mi történik. Öt fogaskerék, meg ilyenek, ez tök jó. Nézd, mennyi fűrész lett. Jó Isten. Brutál. Na hát, srácok. Hazafelé tartok a bányamunkánatokból. És hát egyetlen egy dologgal maradtam adós, amit ugye az intronál láthattatok, a lövöldözés. Azt ugye meg is kéne csinálni, nem úgy van, hogy csinálódik egy intron magától. Egyébként kijött a játékhoz egy 1.95-ös gyors frissítés. Az íjászatot viszont nem oldották meg. Úgyhogy megyek az elsődleges bandit a tábor részhez. Fék. Azaz. A helyben fordul autó. Pozitivitása? Hogy helyben megfordul. Úgyhogy most megyünk és lelövöldözünk egy pár emberkét az elsődleges bázisnál, amit ugye az intróban láthattatok. Azon belül, amit elkezdtem mondani, hogy 1.9.5-tel jött egy gyorsvisítés, az íjászatot nem javították ki, viszont sok mindent kijavítottak. Hát több-kevesebb sikerrel a leszpannoló tárgyak mennyisége egyébként brutál sok, még mindig. És a videóból is kivágtam, hogy egy jó... Hát 80 percet legalább. Úgyhogy ez a végeredmény. Megpróbálok ezen majd változtatni. Egy kicsit arrébb van. Jó, nem, ja nem, ez a Norbinak a háza. Akkor még arrébb egy picit. Itt van a benzin. Nem a benzinkút, hanem a... Aha. Nem. Még arrébb. Ja igen, itt a garázs, ezután van. De legalább látjátok működés közben, hogy milyen a... Sniper puska. Ezt a videó végére azért csak berakom, főleg ha már az intróban is szerepel a dolog. És itt azt hiszem meg is tudom kárni. A szemfülesek láthatták, hogy az elhaladtam a kocsi mellett, ott volt egy motor a tetején. Igen, hát ez az, ami egy kicsit bugos. Illetve még az íjászat is egyébként többek között. Nem sok lőszerem van, de ennyi van, azért megleszünk. Nem spannoltak még ki. Na, gyertek fiúk! Gyerünk! Hopp! Milyen ilyen ízés sarkosan megy? Szóval ezek ott el vannak? Haló! Igen, megnőtt a számuk. Egy ijesztésnek, egy fejbe.
Mi van, mi van? Hopp, szevasz! Kicsit arrébb megyünk. Headshot! Mi csak egy helyben áll. Ez volt az ijesztő. Headshot! Na pillanat. Kifogyta. Pif! Ennyi. Még egy tározás a biztonság kedvéért. Ó! Egy elmaradt ember. Észreveszi a kollégáit. Na, csanszos, hogy igen. 3, 2, 1 és... Aha. Menj el, mindenki az odafut. Jó ét. Beoltatok nála is a villanyt. Na hát ennyi volt ez a videó, srácok, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, ha szeretnétek infót kapni, mikor teszek fel újabb videót, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára. Deden voltam, további kellemes napot nektek, és a 2.0-es lesz a következő verzió, ami annyit tesz, hogy benne lesz a tank nevű katonai zombi, illetve a bányaterület, amit láthatatok a videóban, az lent is ki lesz építve. Úgyhogy ennyi. További kellemes napot nektek. Sziasztok!